Svábligetben sétálva ismerkedhetnek meg a szatmári svábok életével, kultúrájával az idelátogatók és a diákok. A projekt második eleme egy nyelvi labor, a harmadik pedig egy német csoportszoba kialakítása volt. Az iskolában 2005 óta zajlik két nyelvű német nemzetiségi oktatás. A mai projekt egy intézményfejlesztésről szól. Mi ezt az összeget, amely 30 millió forint, a német nemzetiségi oktatás fejlesztésére használjuk. Létrehoztunk egy svábligetet a kültéren, ahol bemutatjuk a szatmári svábok életét, kultúráját, gasztronómiáját, öltözködését, építészetét. Ugyanez megvan egy belső közösségi térben, és megvannak rólapokon, hogy a pedagógusok be tudják vinni a hon és népismeret órákra. A projekt második eleme egy nagyon modern nyelvi labornak a kialakítása, hiszen évek óta hát olyan 8-10-12 nyelvvizsgás tanulunk ballag, és megy el középiskolába. A harmadik eleme pedig a német csoportszobáknak a fejlesztése, mert a nemzetiségi nyelvet csoportbontásban tanítjuk. A 300 éves együttélés közös pontjait is felvonultatva készültek szemléltetőanyagok Marinka Melinda segítségével. Amikor a szatmári sváb viseletről beszélünk, akkor nagyon nehéz megfogni azt, hogy mi ebben a sváb, vagy miben különbözik ez, hogyha különbséget kell tennünk, bár azt gondolom, hogy nem muszáj mindenáron különbséget tenni, hiszen egy 300 éves együttélésről beszélünk, amelyben nagyon sokszor azt lehet látni, hogy a magyarsággal való együttélés hasonló jelenségek alakultak ki. És ez a viselet, amit itt lehet látni, az alap ötletként a mezőpetri iskolás gyerekeknek a viseletéből készített rekonstrukció a 19. század végéről, tehát hozza azt a falusi iskolai milliót, amely egy sváb településen létezett. Ugyanakkor azt is mutatja, hogy hogyan is nézhet ki annak idején színvilágában, kialakításában ez a viselet. És hogyha már a színeknél tartunk, akkor meg kell említeni, hogy sokkal inkább a mélyebb tónusokat használták a svábok, bordót, zöldet, kéket, ami sokkal inkább őrájuk volt jellemző, és ami még érdekes, hogy kevesebb díszítettséget használtak, mint amelyet alapvetően a magyar szatmári viseletben ismerünk. Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, hogy a korábban kissé magára hagyott országrész az utóbbi években óriási fejlődésen ment keresztül. Nem csak iskolák szépültek meg és óvodák épülnek, de lehetőség van a hagyományok ápolására is. Sokáig azt kell mondanom, hogy a főváros túl távol tartotta Máté Szalkát és ezt a egyébként nagyszerű vidéket és szorgos embereket, akik itt élnek, azokkal nem foglalkozott. És azt kell mondani, hogy az elmúlt egy évtizedben itt Máté Szalkán is és a környező településeken is a hatalmas nagy változás történt. Ha csak ezt az iskolát nézzük, hogy mennyire hogy megszépült, óvoda épült a katolikus iskola mellé, és most pedig egy ilyen hagyomány bemutató, hagyomány őrző és a közösséget erősítő kiállítás is, illetve termek is megszülettek, amelyre óriási nagy szükség volt. Miért is? A svábokkal, németekkel a történelem nagyon csúnyán bánt el. Szörnyű azt kimondani, hogy tulajdonképpen a második világháború német birodalmi pusztításai miatt ők feleltek itt Magyarországon, és a kommunista diktatúra őket üldözte szinte legjobban, sajnos az egyházakkal és más közösségekkel szinte párhuzamosan, de vérveszteséget nagyon nagyot szenvedtek, főleg a szatmári svábok. Zajta, Terem, Mérki és Vállaj, mint szatmári sváb települések, közös összefogással igyekeznek ápolni a sváb hagyományokat.